üdvölt, mint a fába szorult féreg. Ugye ön is ismeri ezt a szólás hasonlatot. Ismerni viszonylag könnyű, megmagyarázni nem annyira. Mert hát ki hallott már férget üvölteni, amikor a kukacok és egyéb csúszó-mászó köztudomásulag nem rendelkeznek hangszálakkal. Ma ezt jelenti a féreg, de ha emlékeztetek arra az ismert nótácskára, hogy a csizmámon, de nincsen kéreg, mert megette a patkány féreg, akkor már rögtön egy olyan állat kerül a látókörünkbe, amely emlős és hangszálai is vannak. De még milyenek? Mondásunk azonban még régebbről származik, azokból az időkből, amikor még nagy számban éltek vidékeinken farkasok. A farkasokat a nép kártevőnek tekintette, lássuk be, a kisebb-nagyobb gazdaságok érdekeiből kiindulva teljes joggal, így azokat sok helyen a gonosz, utálatos, gyűlöletes állat, a féreg elnevezéssel illették. És tudjuk, hogy a 20. században még voltak vidékek, ahol a farkast toportyán féreg néven ismerték. De hogy szorulhat bele a fába? Nos, a fa itt minden bizonnyal egy farkasfogó csapdára utaló szó. Hogy milyen volt a szólásban emlegetett farkascsapda, azt manapság már nemigen tudjuk pontosan megmondani. Talán olyanféle vadfogó eszköz volt, amilyet vaddisznó fogságba ejtésére használnak, és amely két kivágott fatörzsbe beépített, csak lefelé nyíló ajtószárnyféle mechanizmus. Miután belelépett a féreg, már nem tudta kihúzni belőle a lábát. Ahhoz pedig, hogy egy csapdába esett farkas kétségbe esésében nem csak vergődik, de üvölt is, ahhoz nyilván nem fér kétség.